Hellóztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban folytatjuk a Hello Neighbor végigjátszást. Ugye az előző részben csodálatosan kivittük az Act 1-et, illetve mutattam pár érdekességet. Vannak tervek ezzel a játékkal kapcsolatban, ahogy még miket fogok benne csinálni, úgyhogy nem csak a kijátszás lesz fönt egyértelműen. Szóval, folytassuk az Act 2-vel. Ugye én már nagyon régen kivittem a játékot, nem akartam New Game-et kezdeni, mert az Act 3 az eléggé, hát hogyan is fogalmazok, eléggé idegesítő egy minigémje van, úgyhogy nem szeretem azt folyton újra csinálni, ha nem haragusztok meg. Na jó van, indítsuk. Ezt megnézem, hogy megy a felvétel. Na igen, szóval ugye ide zárt le minket a szomszéd az előző részben. Ugye amikor elkapott minket ott az Act 1-nek a végén, ott a lakatos nagyobb ajtónál. Aztán hát ide bezárt minket. Fogalmam sincs, hogy hány év telt el, nem vagyok valami nagy timeline szakértő. Annyit tudok, hogy bezárt minket, és most ugye innen ki kell jutnunk. Ugye körbenéztek, hát nem sok fele lehet menni, itt van egy ajtó. Hát ugye az egész az úgy megy, hogy ide jössz, és akkor már hallasz ilyen trappolásokat, meg hát itt valaki jön, az a lényeg, valaki jön, és hogyha benézel ide a kulcsokon, akkor látszik egy figura, és hallható volt, hogy kinyitotta az ajtót. Úgyhogy úgymond innen ki tudtunk jutni. Ugye látszik, hogy egy kicsikét már itt asztalod, tehát hogy itt látszik, hogy már el van durvulva itt ez a helyzet. Úristen, de vannak itt ijesztő hangok. Olyan, mint hogyha, hogy valaki még mindig itt lenne amúgy, de nincsen. Tudtam ma. És ugye hát innen egy ki út van, ez a rács, innen leveszed, hát akár ezt el is dobhatod, igazából nem nagyon fontos. Ja, tehát az az egyetlen egy, ami ott script, jó, mindegy. Na és akkor megyünk. És akkor itt leugrasz, hát másfele ugye nem is tudsz menni. Ugye itt van egy újabb lezárt rész, erre nem tudsz jönni, és ide, ezen a létrán fel kell menni, a fénybe. És ugye, amint kinyitjuk ugye ezt a hátsó részt, ugye az Act 1-ek emlékeztek rá, amikor ott a ház mögött ugyanúgy volt egy ilyen rész. Hát ez valószínűleg akkor a pincébe vezetett le. És most is. Ugye látszik, hogy nagyon el van torzulva már ez a hely, de nagyon. Tehát egyszerűen látszik, hogy mennyire eldurvult már az egész helyzet itt. Ugye mindenáron ugye ez a sztori, ez olyan, bazd meg. Pedig pont akartam volna mesélni. Soha nem fogok tudni ebbe a játékba mesélni, mert a szomszéd az valami elképesztő. Ugye arról szól ez az Act 2, hogy a szomszéd elkapott minket, és mindenáron bent akar minket tartani. Mindenáron bent akar minket tartani, hogy ne tudjuk senkinek se szétkürtölni ezt, ami itt történik. Legalábbis szerintem. Ez mindig csak az én teóriám. Nem tudom, hogy pontosan mi az eredeti. Na jó, és akkor itt futkározunk körbe-körbe. Ugye ez kicsivel egy nehezebb akt, mivel úgymond be vagy zárva, és egyszerűen nincs egy olyan safe point sehol se ezen a pályán, ahol úgymond a szomszéd ne üldözne téged. Tehát mit én, ugye eddig volt ez a fél, tehát az utcának a túloldala, ott már veled ugye nem piszkált, meg semmi. Itt viszont nincs olyan hely. Tehát nincs, itt egyetlen egy olyan hely nincsen, ahol úgymond a szomszéd elől biztonságban lennél. Na igen, és hogy miért pofáztam ennyi ideig? Ugye az Act 2 szerintem a legbonyolultabb. Ugye itt van több kijátszási mód is. Azt hiszem négy fajta kijátszási mód van ezzel a játékkal kapcsolatban. Ugye, és akkor itt sétálsz itt a deszkák mellett, és akkor nem tudom, egyszer csak látod, hogy itt van itt egy kapcsoló. Most ezt a kapcsolót el lehet forgatni. És úgymond ezekben a csövekben lévő vizet meg tudod nyitni, ezeket a vízelvezetéseket, és hogy rohadnál meg, bazzek, hogy nem tudok tőled beszélni. És ugye el van helyezve ebből még kettő darab, ugye egy ott fent van, a másik pedig benn van a házban, amit majd mindjárt megmutatok, csak a szomszéd nagy intellektuális, és szerintem el fog kapni engem, sőt szerintem egyszerűbb lenne, hogyha elkapna engem. De nem lesz akkor a szerencs. Azt a rohadt, hogy jön mögöttem, te Jézus Isten! És beszorultam. Jaj, ugye ezt a scriptet ki tudjátok skippelni. Ezt ki kell nyitni. És a hozzá megfelelő eszköz az benn van a házban. Hogy most nézem, milyen a kezem már, bazeg. Ó!
Amúgy igen, itt is van már ilyen szuper dobásod. Úristen, hogy fejbe dobtam azzal az almával. Jó, bemegyünk. És ugye bejött ide a konyhába, és itt van a fagyasztóban ez a... ez a csavarkulcs. Én meg hülye vagyok, én meg elmentem a... Ő azt a rohadt élet, bazd... Bármi. Aztán én meg ugye elmentem a másik kapcsoló mellett. A másik kapcsoló meg itt bent van. Itt van itt a kanapénál. Hatalmas nagy elterelés volt, de persze, hogy itt jön. Egyértelműleg, hogy erre kell jönnie. Bocsi srácok, ez muszáj volt. Itt egyszer meglát téged, itt nincs menekvés. És már töri az ablakokat, érted, a vadállatunk. Bruh. Na igen, szóval megvan ez a csavarkulcs. Nem tudom, hogy mennyit láttok a videóból, de majd, ha lesz bármi, akkor kividágosítom egyértelműleg. Na ugye kinyitottad ezt a részt, és ide fel tudsz jönni. Ez majd a későbbiekben fontos lesz ez a hely. Na, és itt átjössz itt a tetőn, és itt van ez a kapcsoló, itt is ezt elfordítod. És úgymond az összes ilyen csőben, amit itt látsz, most áramlik a víz. És ez miért lesz jó nekünk? Ezáltal, hogy növeltük a víznyomást, úgymond ez a rész itt úgymond kitört, vagy nem is tudom, hogy hogyan mondjam. És ugye leesett róla ez a csap, ez az ilyen kis tekerős izé, ugye ami eddig itt volt, de most már nincsen persze. És úgymond ezzel a tekerős izével tudod megcsinálni azt, hogy vannak további csapok a csöveken. Az emberünk az nincs jól. További csapok vannak itt a csöveken, amiket szintúgy el tudsz forgatni, hogyha bal egérgombbal rányomsz és egy E betűt megnyomsz, akkor így tovább tudod itt is folyatni a vizet. Meg ezen kívül, ha jól tudom, van még kettő ilyen. De nem tudom, ó, bazd meg. Mi a fa... Bele akadok mindenbe is. Szomszéd meg gyönyörűségesen eltűnt. Na jó, mindegy. Ja, megvan, megvan, itt van. Itt van a... ez. Ezt is el kell csavarni. És ezen kívül van még egy, mert ugye ez a hely minden része el van ugye torla, szóval ez majd a későbbiekben majd jelentősebb lesz. Amit most fogok csinálni, az az lesz, hogy megfogom ezt a széket, hogyha már egyszer ide kidobtam. Ide rakom, és ráugrok a legtetejére, majd ide a deszkára, majd a deszkáról erre a kiállgazó deszkára, és túlugrottam. Ugye ide átugrasz, és balegér gombbal ide ráteszed erre a csapra, ezt a csapot meg kinyitod. És ugye ez mire jó? Hát még mennyi víz van ebben? És ugye itt följössz. És azért kellett nekünk ezt a helyet úgymond leeresztenünk, ugyanis itt van fönt ez a rész, ahol itt el az előbb víz volt. És ugye itt volt ez. Ez a robot cápa, vagy nem is tudom mi ez pontosan. Hát ez mindegy, ezt ide ki is teszem. Ugye az első kijátszási mód az az, hogy ugye ezt a víznyomásos részt úgymond ide be tudjad folyasztani. Igen, nagyon jó. Ugye mivel az előbb elforgattuk a mindkettő piros ugye csapot, most ezt ugye sikeresen megcsináltuk. És az a lényeg, hogy most kell nekünk az ásó. Nagyon remélem, hogy a szomszéd nem jön utánam, mert ugye az ásó az itt volt a víz alatt, amúgy is ezért kellett kiereszteni. Az ásó az azért kell. De egy színe, ne esd le. Jó, mindegy, így is jó. Ez amúgy még pont praktikus is volt, és tudtam, hogy itt van te. Tudtam, hogy utána nem fog jönni. Az ásó arra jó, hogy úgymond itt van ez a föld, itt ez a rész. Hogyha mondjuk többet látnánk belőle, az értelmesebb lenne. Igen, hogyha sokszor elkaphatod magadat, akkor az Act 2-ben is van egy ilyen rész, amit... hát ilyen sztori kiegészítős rész. Ugye ez a rész van a Hide and Seekhez, ugye? A Hello Neighbor Hide and Seekhez. Ugye az elbetűt megnyomod, akkor ide be tudsz jönni. Úristen, de hangos. Szóval ugye elindul ez a... hát hullámvasút. Majd a későbbiekben majd megmondom, hogy ez miért hullámvasút. És ugye úgymond betekintést gyerünk a szomszédnak, úgymond a... minden napjaiba. Egészség. Ugye gyerekek, hát eltoltuk az asztalt. Nem tudom, hogy ez direkt van-e így, vagy... mindegy. Régi játék.
És ugye innentől jön az őrület. Ugye ahogyan a... Ugye azt a cutscene sajnos nem néztük meg, de itt lehetett hallani ezt a mentős részt. Ugye a... Ja, de láttuk tényleg, hogy a... Ugye a szomszédnak a felesége úgymond egy autóbalesetben sajnos elhunyt. És ugye a gyerekek nem tudták ezt úgymond feldolgozni. Ugye ez a hide and seek erre kitér, de most egyelőre erre nem megyek bele. Istenem, menjen már föl! És ugye a... A fiúgyermek, ugye aki amúgy le volt zárva a pincébe, ugye megőrült. És az utolsó játéknál úgymond a testvér... Ugye a testvérét lelöki a háztetőről, és ezáltal már csak a szomszéd és a fia marad. A fiát meg ugye, mivel annyira nem tudta feldolgozni ezeket a eseményeket, úgymond megőrült, és ezért zárta le a pincébe, és gyere utánam, könyörgök. Az éjszaka kiástam, az most ugye itt van, és nyakamba fog ugrani a szomszéd. És ugye abban a koporsóban volt ez a kulcs, amit majd mindjárt elmondok, hogy hova kell. Utálom, mikor ilyen roham tempóba kell erről beszélnem. Soha semmit sem tudok nyugodtan megcsinálni, bazd meg. Az anyádat a csapdádba. Jó, mindegy. És ugye ez a kis kulcs. Na, és kinyitjuk ezt a házat, ugye ehhez kellett. Ez már, ez a kulcs már nem is fog nekünk kelleni. És ugye itt van egy kisebb ház. És most mutatom nektek a varázstrükköt. Tehát ez az ajtó nem nyílik. De. Ugye mind a két ajtót ugye szükségesen ki kell nyitni. Voilà. Ugye ez a ház ez azért kell, hogy... hogy ugye ezeket az ajtókat ki tudjuk nyitni, mert van bennük egy ilyen mechanika. Na már most ez a rész meg arra kell, hogy a fenti vizet úgymond le tudjuk fagyasztani. Igen, és sikerült is lefagyasztani. És az a lényeg, hogy ide át tudunk jönni most már. És itt van a piros kulcs, ami alapesetben a legnormálisabb kijátszási módja lenne a játéknak, de most ezt tekintsünk el ettől. És ugye itt van ezen a, hát konkrétan a bejárati ajtónál, itt van ez a piros lakat. Erre csak megfogod, tessék, ki vagy itt van. Én viszont most nem fogom kinyitni, mert még van egy csomó kijátszási mód, amit szeretnék megcsinálni. Szóval most kinyitottam egy másik ajtót, ugye a WC-set. Ugye a WC-s ajtó az majd ide a fürdőbe kell. Ugye persze most oda tudnék menni, de egyrészt beszorultam a földbe, másrészt meg... Na mindegy. Ezért nem szeretem annyira ezt az aktot, nem lehet semmit sem részletesen csinálni, mert megőrülsz. Figyeld meg, oda megyek. Mondjuk nem, ez most jó is nekünk. Nem, persze, hogy nem jó, mert zárva van. Mi? És ugye most ez az ajtó ugye ki van nyílva. Jújjúj. Jújjúj. Bazd meg! Na mindegy. Szóval ugye ott ült a WC-n ugye... Ez a bábú, ami most a kis háznak a WC-jébe kell. Tehát teljesen hihetetlen amúgy. És ezt most ide rakod. És most képzeljétek össze azt, hogy most... És most képzeljétek el azt, hogy mivel most ráültettem a kis házban a WC-re, most megjelent egy nagyobbik verzió a WC-n, ami most annyit tesz, hogy... De nem tudok beugrani, bazd meg, mert ennek a játéknak annyira szuper jó az ugrási mechanizmusa, meg minden egyéb tevékenysége, ami létezik ezen a földön, hogy ez már siralmas, de tényleg. Hova tűnt a szomszéd? Hogy tudott engem elveszíteni 2,8 másodperc alatt viccen kívül? Jó, persze, megint hozod a 5 millió forintos porszívódat, bazeg. Ó, tökéletes. És ugye most itt ez a crowbar. Ubazd meg, ubazd meg. Úgyhogy most itt ez a crowbar, szó szerint, itt a kezembe. És ez most arra lesz jó, hogy itt van szint úgy a deszkán egy kiút. Ezen a... Tudod mit, most fejbe is doblak ezzel a deszkával. Porszívoz a fickó, érted? Porszívoz, és mi ez a lyuk itt? És felrakott egy kamerát, innen hallottam. Ugye ezt tovább szeded ezt a deszkát.
És ez is egy kijátszási mód. Jó, erre már nincsen szükségem erre a crowbarra. Ez is egy kijátszási mód. Van még egy kijátszási mód. Akár hiszitek, akár nem. Ugye ott az a trambulin. Nekem még egyszer sem sikerült kinyitnom. Úgyhogy most jön az a rész, hogy ki fogom nyitni, remélhetőleg. Ugye van rá különböző... Nem is tudom, trükkök, hogy mitél fölröksz ide két-három dobozt, és akkor valahogy be tudsz oda esni, vagy nem is tudom tényleg, hogy hogy van, mert már én is próbálkoztam vele, de nekem nem sikerült. Na már most nekem vissza kéne jutnom az emeletre. Ugye ezt is ki lehetne nyitni, ott is van egy külön rész, de ez úgymond különösebben semmi extra rész nem tartalmaz, itt van egy gramofon, ami majd későbbiekben lesz jó a Hello Neighbor Act 3-ban, de most hát nem ott vagyunk. Nekem most arra van szükségem, hogy ezt a részt... Jaj! Most elkapcsoltam ott valamit. Mondjuk ki kéne törnöm valami másik ablakot, amivel addig foglalkozzom. De miért erre jössz? Miért erre jössz, baszki? Áfú! De ezt a játékot... Én ezt nem észre be ezt a játékot, de tényleg. Wow! Wow, itt még... Ó, igen, ez a rész maradt ki. Ez a rész maradt ki. Ezt elfejtettem az akt... Szerintem ezt még az akt 1-ben is lehet... Ugye itt lenne ugye az a jelenet, hogy a... Igen. Tehát itt lenne az a jelenet ugye, amikor a feleségét bevitték ugye kórházba, viszont... Amúgy meg ennek nagyon... Szerintem nagyon szomorú története van ennek a játéknak, hogy... Konkrétan az ilyen események milyen szinten el tudják torzítani az embert mentálisan annak ellenére, hogy... Úgy, amikor nincsen megfelelően kezelve. Jó, tudom, ez most nem éppen egy olyan téma, majd készülök egy külön videóval, amiben majd erről beszélgetek. A saját véleményemet fogom elmondani röviden. Erről az egészről. Úgy érzem, hogy van mondani valója ennek a játéknak. Csak ahogy a mechanikailag megcsinálták, az nem éppen ezt mondja el, mert mindenki eltrollkodja ezt a játékot, de szerintem amúgy meg van egy nagyon deep háttértörténete szerintem. Amivel szerintem érdemes lenne foglalkozni. De ez csak személyes vélemény. De van ilyen, hogy nem tudok beugrani, bazd meg, tényleg, tehát hogy... Ledodzsolta a ragasztójával a dobásomat, van ilyen? És ugye ezt kinyitod, és szintúgy van itt is egy ilyen... Ugye szintúgy itt is van egy kapcsoló, amit ugye át kellett állítani gyönyörűségesen melegre, hogy minél nagyobb párát tudjunk gerjeszteni. Na. Jó, és most fel kell mennem. Ezt nagyon gyorsan kell most csinálnom, mert itt van. Na, és most... Most elvileg meg kéne húznom azt a kart. És akkor elvileg most kinyílt? Nem. Mi a fasz? Miért nem nyílik ki? 6.5 hours later. De ez mitől nem megy? 12 seconds later. Jó, tudja, hogy itt van. Végre bedeszkáztad az ablakot, hát komolyan mondom, egy isten vagy. Ó, de hülye vagyok! Igen, hallottam, hogy nyikorgott, úgyhogy elvileg... Ó, nyitva van, beszarás! Nyitva van! Ugye ott bent, ahol voltunk az előbb, ugye ott bent, ugye ott volt még egy kapcsoló, és azt is el kellett forgatni ezzel a piros izével, hát most pont nem látjátok. Végre! Na! És akkor, mivel a trambulinoson soha nem voltam, ezért most én azzal fogok lelétszelni innen. Valamint van még egy kijátszási mód, ezt majd utána. Nope. Bazd meg. Nem!
Beneküljünk! És ugye itt utánunk jött volna, csak mivel ugye a szomszédnak a fia kijutott a pincébe, ezért most vele kellett foglalkoznia. De itt amúgy elvileg olyan, mintha a szomszéd azt hinné, hogy az a... az az ő fia. De szóval közben amúgy meg mi vagyunk, szóval itt nagyon nem értettem. Lehet, hogy itt is ezt akarta szimbolizálni. De hála Istennek, hogy megvan. És ugye így jönne az akt 3, amikor már több év is eltel, és ugye ebben az apartmanban vagyunk. Viszont van egy dolog, amit még be akarok mutatni, az pedig nem más, hogy hogyan tudjátok a legegyszerűbben kivinni az akt 2-t, hogyha nem akarjátok ezt a sok szenvedést végigvinni, amit éppenséggel én csináltam. Én is más videósoktól láttam, most nem fogom tagadni. Én, de legalább kipróbáltam és működik, és ennek örülök. Ugye szokásosan ezt a procedúrát végigviszitek, hát vagy azt a széket, ahogyan én alkalmaztam az előbb, vagy dupla dobozzal, vagy dupla ilyen kerettel, mindegy, hogy hogyan csináljátok, mert jó lesz. Ja igen, hogyha meg nem tudtok valami helyen felugrani, akkor ajánlom azt, hogy egyszerre a kontrollt, meg a space-t így egymás után lenyomjátok. Space, és utána a kontrollt nyomjátok meg, mert akkor úgymond felhúzzátok a lábatokat, és akkor úgy könnyebb átmenni mindenhol is. Na és akkor ide kijöttök, ahogyan mint az előbb. Viszont itt a létránál megpróbáltok ide erre a szélére ráugrani, itt erre átjöttök, és itt kiugratok, ha működik, igen. És ennyi, 2 perc az egész, ha minden jól megy, itt pedig most nektek 40 percet végig szenvedtem. Erről a kijátszásról már szerintem a secret kijátszási módokban beszéltem, viszont most akkor kicsit felvilágosodunk még jobban. Minél többször próbálkozzuk, ugyanazt annál jobban fog menni, speedrunosok nagyon szeretik ezt a kijátszási módot. Viszont én ezzel be is zárnám, ez lett volna a Hello Neighbor Act 2. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hát hamarosan érkezik az Act 3, de előtte egy kis meglepetéssel készülök nektek, szintúgy Hello Neighbor jelleggel. Remélem tetszeni fog az is, illetve még Halloween-i tartalmak még jönnek. Minden nap lesz valami érdekesség. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk egy következő videóban. Egy következő napon. Na szevasztok! Hmm.